Szeretettel üdvözöllek én is benneteket itt a középhaladó elvonulásnak a Dharma beszédén. Köszönöm Andinak a nagyszerű bevezetőt, amiben a teljes érzelmi palettáját rendkívüli tudatossággal megtudhattuk és felismerhettük, hogy milyen is itt beszélni. Most én is egy kicsit kevesebb szorongással ülök itt. Tudom, hogy nem kell tökéletesen csinálnom, csak elég jól. Azon gondolkoztam most a beszéd előtt, hogy mennyire törékeny az ember. Sok minden történt ezen az elvonuláson, volt egy halotti szertartás is. És ha belegondoltok, akkor így ebben a fogyasztói társadalomban, vagy hozzáállásban, amiben élünk, olyan sokat súlykolják felénk, hogy meg tudod csinálni. Csak akarnod kell, és akkor mindent létre tudsz hozni. Te vagy az életednek a kormányánál, és amit elhatározol, azt megcsinálsz. Ha nem sikerült, nem akartad eléggé. Ugye mindenki ismeri ezt a klasszikus ilyen kócsos dumát. És hát általában ennek a végén az van, hogy akard azt, hogy vedd meg az én termékemet, és fogyaszd el. Ha más nem, akkor az önismereti termékemet. Miközben valójában nagyon gyengék vagyunk, sokszor ugye nagyon esendőek, az életünk végtelenül törékeny, és sokszor alig van választási lehetőségünk. Nemrég történt egy igen jó ismerősömmel, egy édesanyával, hogy egyszer egy hétvégén az egyik fia, 20 éves fiatal, hát így megfázott, ilyen megfázásos tüneteket mutatott. És akkor hát teltek múltak a napok, szerda csütörtök környékére már ugye elég rosszul lett, hát elmentek a kórházba. Ott tartották a fiát, aztán péntek este szóltak neki, hogy menjen be, mert nagy baj van. Szombatra meghalt a fia. Semmi előjele nem volt. Erős, egészséges, fiatal, előtte az élet. És ennyi. Azt hisszük, hogy velünk ez nem történhet meg. Vagy majd a távoli jövőben, amikor 80-90 évesek leszünk. És addig el vagyunk foglalva olyanokkal, hogy hát akkor önismeret, meg hogyan menjen jobban az üzleti vállalkozásom, meg hogyan tudok több pénzt gyűjteni, hogyan nézhet ki jobban a hajam, milyen arckezelést csináljak, ha már ráncosodom, meg ilyenek. És ezekkel tök jól el vagyunk. Erre mondta a Buddha anno, hogy az ember olyan, mint az a kisgyerek, aki boldogan játszik a játékaival, miközben ég a ház. És nem veszi észre, hogy körülöttem már minden ég, és ő még továbbra is ott játszadozik. És csak már amikor ott vannak a lángok, akkor jaj, és akkor már mindegy. Pedig lehet, hogy az elején még lett volna lehetősége kimenekülni. Úgyhogy persze nagyon jók a választási lehetőségek, és én most nem akarom elvenni tőletek ezt, hogy van remény az életben, és lehet fejlődni. Mert van. Csak hogy az egésznek a mélyén van valami olyan mély egzisztenciális dimenzió, amihez már nem elég az önismeret. Amihez nem elég az, hogy ismerjük az érzéseinket, vagy pszichológiai szinten úgy edukáltak vagyunk. Pszichoedukáltak. Hanem mélyebbre megyünk. És erről szól a zen. És erről szól minden komolyan vehető spirituális út. És ez az, ami egy másik szint, mint amit úgy általában a világban megtalálsz, hogy tologatjuk ide-oda a karmánkat, és akkor megpróbálunk belőle valami jobbat kihozni. Ez nem jó, nem rossz, csak nagyon fontos, hogy lássátok, hogy itt egy picit másról van szó. Érdekes azt is megnézni, hogy ahogy így kialakult ez a modern, ilyen iparosodott világ, ahol,
ahol egyre inkább ugye eltávolodtunk a kisközösségektől, városba költözött az ember, elkezdett ilyen fizetett munkába járni, munkaidőbe, meg ilyesmi, meg ilyen keretek közé került, bizonyos szempontból szabadságot is kapott, bizonyos szempontból kereteket, és úgy elvesztettük azokat a mitoszainkat, vallásainkat, jó részt, amiben több száz évig tök jól elvoltunk. És akkor ez a világ kitermelte magának például a pszichológiát. Tehát ahogy így a vallások, azok úgy, hát hogy mondjam, vesztettek az erejükből, megjelent a pszichológia. És a pszichológia az a modern ember minden baját, neurózisát, depresszióját szépen leírja, és próbálja kezelni. És ez tök jó. De hogy valamilyen szempontból, ha megnézzük, ez a vallásnak a pótléka is manapság már. Most már a piacon is, meg a boltban mindenki arról beszél, hogy apasebb, meg tudja, hogy ilyen-olyan érzelmi elfolytások vannak, sémák, mindenki el tudja mondani, hogy nekem csökkent értékűség sémám van. Például, vagy nekem büntetőkészenlét sémám van. Tehát ilyet már mindenki tudja ezeket elmondani. És aztán nézzük meg, hogy jobb lett ettől. Hát valami lett. De ha kicsit valami mást akarunk, akkor ha megnézed, a buddhizmus az azokról a kérdésekről szól, amik az ember kérdései. Mi az élet? Mi a halál? Honnan jöttünk? Hová megyünk? És leginkább, ki vagyok én? Mi ez? A Buddha annó látott egy beteg embert, egy idős embert, egy haldoklót, egy halottat, szembesült az életnek a rendjével. És ezért otthagyta mindenét, és szerzetes lett. És egészen azóta ez a hagyomány így adódott tovább, szerzetesek által, akik otthagytak mindent. Levágták a hajukat, nem akartak szexik lenni, nem akartak sikeresek lenni, semmit nem akartak, meg akarták tudni, hogy kik ők. És ezzel segíteni magukon és másokon is. Tehát ez nem egy ilyen fényező, kócsos, önismereti cukiság. Legalábbis egészen eddig nem az volt. Bele lehet olyanokat is látni, de fontos, hogy lássátok, hogy a hanyomány maga nem ez. És egy érdekes kísérlet, amiben most itt részt veszünk, mert nem szerzetesként műveljük ezt, és bejövünk néha, és úgy csinálunk, mintha szerzetesek lennénk 3-4 napra. És akkor nézzük, hogy ebből mi jön ki. Persze erre rá lehetne mondani, hogy divat buddhisták, minek ez? De úgy is lehet szemlélni, hogy ez egy remek lehetőség. Hogy ha komolyan veszed, akkor ezek a problémák, hogy élet és halál, hogy egyszer még boldogan mosolyogsz, és itt vagy, aztán utána lehet, hogy égetjük a névtáblát a oltár előtt, 2-3 héttel később. Ezek mindannyiunknak a nagy kérdései. Függetlenül attól, hogy szerzetesek vagyunk, vagy világiak. Tehát az, ami a buddhizmus és a zen tanítása, az mindig aktuális lesz, és most is nekünk is aktuális. Nem csak akkor, hogyha szerzetesek vagyunk. És ez nem csak arról szól, hogy hogyan legyünk jobban. Ha a pszichológiát megnézed, meg megnézed azt, ahogy, amiről itt eddig beszéltünk, meg a szorongásról például, hogy szeretném jól csinálni, tökéletesen csinálni, tökéletes dharma beszédet csinálni, és szorongok, hogy mit gondoltok rólam, vagy félek, vagy visszagondolok, hogy milyen a családi életem, milyen volt mondjuk, és akkor azt gondolom, hogy de jók voltak a szüleim, vagy esetleg azt gondolom, hogy de rosszak voltak, harag van bennem, sértettség van bennem, tehetetlennek érzem magam. Ezek mindannyiunkban ott vannak. És akkor ezeket rendezgethetjük, és jó is, hogy rendezzük őket, hogy ez hogy van bennünk. De ha mélyére nézel, minden érzelemnek is az van a mélyén, hogy én haragszom. Én félek. Én szorongok. Én érzem magam tehetetlennek. Én akarom, hogy tökéletes legyen. Én akarom, hogy szeressetek.
Én akarom, hogy pénzem legyen. Én akarom, stb. Stb. Ott van mindegyiknek a mélyén az, hogy én. És az a célunk itt ezzel a gyakorlattal, hogy ezt, ahonnan az egész kezdődik, ezt meg tudjuk haladni. Hogy én. Hogy ez, amivel azonosulok. És ez már több, mint csak pszichológiai önismeret. Nagyon fontos természetesen, hogy ahhoz, hogy ezt az utat műveld, tök jó, hogy van éned. Ha nincsen egészséges éned, akkor pszichotikus vagy. Mondjuk skizofrén például. És úgy, hát nagyon nehéz gyakorolni. Veszélyes is. Tehát most a kis skizofrén nyugodtan még fölállhat és kimehet. Nem fogjuk bántani. Szóval jó, hogy van ez az én. Csak aztán, hogyha ezeket a nagy szenvedéseket, ezt az általános problémakört igazán meg akarod haladni, akkor ezt az ént kell meghaladni. Ez a tanításnak a magva. Mert hogy eredetileg nincs ez az én. Tehát az, ami most, aminek most fáj valami, vagy ami örül, ez a halmaz, ez létrejött, a pszichológia jól tudja, most már szépen részletesen le van írva, a csatornán, hogyha majd megnézitek a YouTube csatornán, Daubner Béla nem is olyan régen beszélt róla, elmondta nagyjából a fejlődés pszichológiát. Tehát ez jól le van írva, hogy megszületik a kisgyerek, és akkor hogy alakul ki néhány év alatt az, hogy elkezdi azt mondani, hogy hát ez vagyok én, és a világ meg nem az, elkezd nemet mondani, és akkor elkezdi gyűjteni a tapasztalatot, hogy hát igen, ez vagyok én, ez meg nem én, ez a bot, ez nem én. Vagy hogyha szeretem a botot, akkor hozzám tartozik, ez én. És akkor létrejön a személyiség. És létrejön az, aminek minden fáj, vagy az, ami örül a dolgoknak. Tehát, hogyha megnézed a problémádat, amivel ide jöttél, mert akkor jövünk általában spirituális gyakorlatra, amikor valami motivál minket, akkor a sok-sok réteg alatt, a gondolatok alatt, az érzelmek alatt ott fogod találni azt, hogy én. És hogyha ezt meg akarod haladni, akkor arra van szükség, hogy ezt a pontot tapasztald. Mert ebben a pontban, amikor ez megvan, és csak hallod az éjszaka, az este hangjait, vagy csak érzed a csendet, akkor abban nincsen én. Akkor van az, hogy csak hallgatsz. Hogy csak jelen vagy. Vagy csak beszélsz. És akkor eltűnik az egész karma tömeg. Aztán persze, ahogy visszajössz ebből, visszajön minden. De minél többet tapasztalod ezt a pontot, ami olyan, hogyha visszatérünk arra a versre, amit már sokat emlegettünk, mint az ég, a nagy, tágas kék ég, ami mindig fényes, akkor látni fogod, hogy a kék ég előtt különféle felhők mozognak, de a felhők jönnek és mennek. De valójában te ez a tágas kék ég vagy. És ezért nevezik ezt az utat a megszabadulás útjának. És hogyha ezt tapasztalod, meg tudsz szabadulni. És aztán vissza tudsz térni abba a szerepbe, abba az élethelyzetbe, amivel dolgod van, vagy amibe visszatérni szeretnél. Mert akkor belül van már választási lehetőséged. Akkor már, ha holnap meghalsz, ha 2 perc múlva meghalsz, ha 50 év múlva meghalsz, akkor már nem éltél hiába. Mert fölismerted azt, hogy ki vagy te igazán. És akkor a szerepekkel se lesz gond. Akkor továbbra is maradhatsz normál ember, de belül minden megváltozott. Emlékszem régen, most ahogy itt a
fürdőszobában voltam a beszéd előtt, eszembe jutott egy kép, amikor talán a második, harmadik elvonulásom volt, és hát mentem fürödni, és észrevettem, hogy ott fürdik az egyik szerzetes. Kopasz, minden. Hát úgy meg is ijedtem, hogy most mi lesz ott, akkor látom a szerzetes pucéram, vagy nem tudom. És akkor így emlékszem erre, hogy úgy abba voltam akkor, hogy hát akkor ezek a szerzetesek, ezek azért úgy már úgy meg vannak világosodva. Szóval, hogy ez egy egészen más kategória, és úgy néztem, hogy úristen, most egy megvilágosodott emberrel fürdök együtt, és akkor ő hogy fürdik? És néztem, hogy hogy fürdik, ott ugyanúgy fröcskölt ki a víz, meg minden, olyan húha, és olyan nem is tudtam hova tenni az élményt, mert igazából csalódtam belül, mert ugyanúgy fürdött, mint egy nem megvilágosodott. És akkor hát jó, visszajöttem olyan unatkozva, így, hogy hát most akkor így, én nem tudom, hogy ezért jövök ide gyakorolni, hogy mondjuk 20 év múlva így. Szóval, hogy ugyanolyan ember volt, nyilván nem volt jobb vagy rosszabb. És akkor ez az út aztán azzal jár, hogy az ilyen illúziókat úgy leadogatod, és látod azt, hogy ugyanolyan normál ember maradsz jó esetben, a gyakorlás ellenére is, és ez jól van így. Úgyhogy igazából ez, hogy egyszerűség, tisztaság, hogy nem kell csodatévővé válnod, vagy nem kell a vizen járnod. A legnagyobb csoda az, hogyha ember lehetsz. Viszont az tisztán, egyszerűen és úgy, hogy nem csak magadra gondolsz, és nem szorít az, hogy én, hanem az ént használod. Azokkal a spéci adottságokkal, amik neked vannak. Mert mindenki tudja valamire használni. Ezt a gondolatmenetet egy történettel zárnám, amit egy kedves ismerősömtől hallottam, aki a mentálhigiénés képzésen a csoporttársam volt, Misi atya, római katolikus pap, nagyon nagyszerű pap és nagyon jó ember, és tartott nekünk egy prédikációt, amikor elhívott egy misére, amit nekünk ajánlott, és szenzációs volt az a történet, amiben elmondott ott, úgyhogy hát itt innen is ezt neki ajánlom most ezt a történetet, vagy helyesebben, hát remélem nem haragszik, hogy elmondom a történetét. Ez egy példabeszéd, és úgy szól, hogy egy ember, egy férfi elveszti a munkáját. Kirúgják. Hát, ott van, hogy na most mit csináljon. Nem veszik föl sehova, elkeseredik. Úgyhogy hát lát egy hirdetés, hogy az állatkertbe keresnek alkalmi munkást. Na jó, hát gondolja, hogy most nincs jobb, hát elmegyek az állatkertbe. És hát ott megtudja, hogy az állás az, hogy hát sajnos meghalt a gorilla, úgyhogy van egy jelmez, egy gorilla jelmez, amiben be kéne öltözni, és hát most amíg nem lesz új gorilla, addig hát el kéne játszani így napközben a gorillát. Jó, hát néz nagyokat, de úgy van vele, hogy hát kell a pénz. Jó, bemegy oda a ketrezbe, bezárják, magára veszi a gorilla jelmezt, jönnek az emberek, hát először olyan furcsa neki, kicsit olyan szégyen teljes is, de hát ott úgy ül a sarokba. Aztán úgy elkezd benne motoszkálni valami, hogy egy-két nap után, hogy azért még sincs csak úgy rendjén, hogy én itt ülök itt, ilyen szomorúan, és hát ezek jönnek az emberek, meg a gyerekek, de hát nem nagyon érdekes ez, hogy ott ül a sarokba egy ilyen gorilla. Úgyhogy hát jó, hát most végül is ezt csinálom, hát miért ne lehetne egy kicsit gorilláskodni. Akkor először csak úgy kipróbálja, hogy egy picit így megveri így a mellét, kicsit fölmászik valahova, elkezdi enni a banánt, és úgy belemelegszik a szerepbe, és kap visz megerősítést, tehát hogy jönnek oda az emberek, a gyerekek nézik, hogy hú de jó gorilla, és ez őt megerősíti, és csinálja tovább, tehát azonosul a szereppel teljesen. És a vége egy néhány nap, vagy egy-két hét eltelik, és teljesen jó, jobb gorilla, mint az igazi. Úgyhogy innentől kezdve az összes látogató oda megy, és nézik. És ő egyre inkább durva dolgokat csinál már. Ordít, teljesen jó. És akkor míg nem, egyszer annyira elragadtatja magát, hogy fölmászik ott arra a műfára, ami be van rakva a tetejére, ott ilyen mozdulatokat csinál, megcsúszik a keze, és átesik a másik ketrecbe. Körbenéz, és észreveszi, hogy ez az oroszlán ketrece. Na,
akkor ugye a szenvedés, nyomás és stressz, hát kiesik a szerepéből, ez olyan, mint a halál előtt, ugye, amikor, ja Isten, mindent elrontottam, és hát na ott már nem játszik, hogy azt mondja, hogy segítség, meg fogok halni, engedjenek ki, ott próbálja szólítani az állatkerti dolgozókat, hát nem jön senki, az oroszlán meg jön, és neki támad, jön, leteperi az oroszlán, jaj, ne, meg fogok halni. Mire, amikor már ott majdnem jönne az oroszlán megáll, és azt mondja, kussoljál, mert mind a kettőnket kirúgnak. Na, úgyhogy körülbelül így működik ez, hogy amikor így megszületünk, akkor azonosulunk valamivel, belemelegszünk abba a szerepbe. Aztán, ha van valami drasztikus esemény, akkor kijövünk ebből a szerepből. Úgyhogy nem baj, ha gorilla vagy, vagy oroszlán, csak tudd azt, hogy az vagy. Meg tudd azt, hogy a másik is, nem csak az az oroszlán vagy gorilla, amit látsz róla. És akkor helyesen tudod kezelni ezt a helyzetet, meg minden helyzetet rugalmasan, tisztán és egyszerűen. Ha bárkinek van kérdése a zen gyakorlattal, vagy akármivel kapcsolatban, akkor most itt van rá az lehetőség. Ragadjatok mikrofont! A reggeli első ébredéskor mi lenne jó, hogy az első gondolatunk legyen? Hát nem tudom. Az mindegy, hogy mi az első gondolat, csak utána keljél föl és gyere be borulni. A leborulás majd megoldja. Én még mindig túléltem eddig azokat a csúnya gondolatokat, amiket a felkeléskor szoktam érezni. Fölkelek 4 óra. És az első gondolatom általában az szokott lenni, hogy én nem vagyok normális. Tehát, hogy most konkrétan ezt a ketrecet kellett kiválasztani, meg ezt a gorilla jelmezt, ez szörnyű. És utána eljövök leborulni, és a leborulás végére általában elmúlik ez. Úgyhogy igazából ez a lényeg, ezért jó leborulni reggel. Tehát, hogy jól induljon a nap. Mert hogyha úgy indul tovább a nap, hogy még mindig ez a hülye jelmez. Ja, és végigmész így a napon, akkor borzasztó lesz, meg a családtagjaidnak is szörnyű lesz, meg a munkatársaidnak is. Egyébként, ha nagyon akarsz egy gyakorlatot, akkor ha egyből szeretnél valamit csinálni, akkor kezdj el mantrázni. Mondjuk például a kvanszembószál, hogy fölkelsz, és akkor, ha úgy állítod be az órádat, 10 percig mantrázd belül azt, hogy kvanszembószál. Lélegezz, tantien fókusz, akár föl is ülhetsz az ágyba, ahogy gondolod, ez talán jobb, mert akkor nem alszol vissza, és arra viszed a tudatod fókuszát. A mantrázás erre van. Egyébként a szó is onnan ered, hogy a manasz az az egyik formája a tudatnak, hogy azt ráfókuszáljuk, tehát a tudat tárgya a mantra lesz. És ezt akaratlagosan meg tudjuk tenni, legalábbis addig, amíg van agyunk. És most van, úgyhogy bármilyen gondolat jön, azt ráirányíthatjuk valami olyanra, aminek a tartalma olyan, amivel azonosulni szeretnénk. Ezért vannak a mantrák. És akkor azt csinálod, és ez nem menekülés. Ez tisztánlátás, és egy egyszerű segédeszköz arra, hogy nyerekben maradj. És ne legyél kiszolgáltatva az ösztöneidnek, az érzelemvilágodnak, stb. Mert persze ezek ott vannak, csak nincsenek tudatos vagy akaratlagos kontroll alatt. Tehát ha például negatív érzelmek jönnek föl, azt tudatosan nem tudod megmondani neki, hogy na, ne legyek depressziós, ne akarjak hazamenni a francba reggel 4-kor. Ezt nem tudod akaratlagosan irányítani. Viszont azt, hogy igen, de azt mondod, hogy most mantra, azt igen. És akkor te nyertél. És ha te nyertél, és van energiád, akkor rá tudsz nézni arra is, ami akkor följött. Ezt Sung San Zen mester úgy mondta sokszor, hogy olyan ez, hogy mintha vezetnél egy autót, és hátul lennének utasok. Az utasok hátul a karmád.
és elkezdenének belepofázni abba, hogy mit csinálsz. Menjél arra, arra kanyarodjál, miért így vezetsz? És ez a hátsó utas átkezdi venni a vezető szerepét, holott te vagy a kormánynál. Nagyon rossz, ha az ilyen utassal utazol, meg az anyós ülésről, hogyha valaki ott belebeszél. Úgyhogy ilyenkor, mint ahogy akkor is azt mondjuk, hogy köszönöm szépen, ne haragudj, most én ülök a volánnál, légy szíves, maradj csendben, mert figyelnem kell. Ugyanez a mantrával, te maradsz ott a kormánynál, és a hátul lévő utasok hangjára nem figyelsz. És ha nem figyelsz, vagy tudod, hogy ott vannak, akkor egy idő után tudod őket is kezelni. Úgyhogy nagyjából ilyen hátsó megmondó ember mindaz, amit akár reggel negatív élményként megélsz, és csak figyelj az útra és vezess. Ha már így a mantráról esett szó, az ülő meditáció kapcsán lenne egy kérdésem. Elég sűrű mostanában, amikor ülök és a nagy mi ez kérdéssel dolgozom, bejönnek különböző mantrák. Jó, a mantra, szeretem, de ilyenkor mi a szerinted a, hogy is mondjam, a helyes megoldás? Küldjem el melegebb éghajlatra, vagy mantrával toljam végig azt az ülést, vagy mit csináljak? Kicsit ilyen furisitu. Hát, ha el akarod küldeni melegebb éghajlatra, akkor vissza fog jönni. Ez mindennel, ami ilyen nem akaratlagosan jelenik meg a tudatban, általában úgy van, hogyha el akarjuk folytani, el akarjuk tüntetni, akkor még erősebben jön. Dönts egy gyakorlat mellett, tehát egy gyakorlati forma mellett. Ha szimpatikus a mi ez kérdés, és úgy érzed, hogy ez a fajta gyakorlat neked működik, akkor tarts ki a mellett. Tehát határozz el, hogy igen, akkor ezzel fogok dolgozni. És a mi ez kérdés nem más, mint hogy minden egyes belégzéskor emlékeztetjük magunkat arra, hogy keressük a tiszta tudat tapasztalatát, a nem tudható tapasztalatát, a bevezetőben elhangzott hasonlat szerint az eget a felhők mögött. Te tágra nyitod a tudatodat, és ebben a tágra nyílt tudatban bármi megjelenhet, ott lehet, és aztán el is tűnhet. Ez így van a karmáddal is, meg így van a mantrákkal is. Tehát ha megvagy ebben a tágra tárt tudatban, akkor megjelenhet benne a mantra, nem teszel bele energiát, csak tartod szilárdan ezt a középpontot, és aztán egyszer csak el fog menni. Most azért van sok mantra a fejedben, mert rendkívül sokat mantrázunk az elvonulás során, és ez teljesen természetes, hogy vannak mantrák, amik megtetszenek, mert úgy is vannak ezek a mantrák kialakítva, hogy úgy belemenjen a fejbe, hogy gáté, gáté, para, gáté, para, szam, gáté, bodhisvaha. Milyen jó kis ragadós dallam. Dallammal plusz olyan, hogy az úgy tud ragadni. Hát így vannak a slágerek is ugye kidolgozva, hogy ragadjon meg, emlékezzél rá. Úgyhogy lehet ez a technika, vagy lehet azt választani, hogy ha valamelyik mantra nagyon megszólít, és te mantrás típusú meditátor vagy, akkor lehet mantrásan gyakorolni. Az pedig az, hogy ugyanúgy tartod a tantien fókuszt, tér- és hangfigyelés, és mondasz belőle egy mantrát. Az egy máshogyan fókuszált gyakorlat egy picit, mint a kérdés. Az kétszeresen kihorgonyozza a hajót. Különösen előnyös tud lenni ez a gyakorlat akkor, ha úgy érzed, hogy például az érzelemvilágod nagyon háborgó. Tud olyankor olyan lenni a lelkünk, mint egy nagyon fölkorbácsolt tenger felszíne, vize. És akkor az van, hogy nagyon kihorgonyozom a hajót, és úgy életben maradok, úgyhogy azért imbolyog, de ott maradok középen. Tehát mindenféle vészhelyzetben, nehéz érzelmi állapotban tök jó tud lenni egy mantrás meditáció. Mert akkor ez van, amit az előbb is mondtam, hogy ilyen szamádi-szerűen, egyhegyűen, egy irányba rakod nagy erővel a figyelmedet, és ott tartod. Hogy te megmaradjál a háborgó víz ellenére is.
És aztán ebből ki lehet bontani persze ugyanazt, amit a többi gyakorlatnál is, hogy keresed a forrását, például azáltal, hogy aztán megkérdezed, vagy megfigyeled, hogy na de ki az, aki a mantrát mondja? Mi ez, ami a mantrát mondja bennem? És akkor ugyanott vagy, mint a kérdésnél. Tehát azt mondanám, hogy a gyakorlattípusok célja ugyanaz, az eszköz egy picit más, mint hogy lehet kanállal is enni, pálcikával is, kézzel is, helyzet függő, meg kultúra függő, hogy melyik a jó. Tehát bármelyiket is választod, tarts ki a mellett, és legyen olyan a gyakorlat, amit szívesen csinálsz. Tehát, hogy nem mindenkinek ugyanolyan a karmája az adott gyakorlati formával. És akkor ezért van ez a választási lehetőség, de ezért nincs túl sok választási lehetőség, mert az is csak szétcsapná a tudatot. Arra figyelj, és ezt mindenkinek mondom természetesen, hogy az elme az nagyon szereti az újdonságot, és viszonylag hamar elunja még a jó dolgokat is. Ez az egyik nagy szenvedésünk az életben, hogy még ha meg is kapjuk azt, amit szeretünk, nagyon hamar elunjuk. Megkapod azt a nőt, megkapod azt a férfit, akire mindig is vágytál, eltelik 3 év, és Jézus, ti ez, Úristen, szörnyű. És akkor lecseréljük mostanság általában, hogy ez a fogyasztói társadalom. Jobbra húzod, balra húzod, és kész. Szóval, ez bele kell kalkulálni a gyakorlatba is, hogy el fogod unni bármelyiket is csinálod, és akkor utána nem hagyjuk, hogy szétmenjen a tudat, hanem megtartjuk a fókuszt. És megfegyelmezzük a figyelmünket. Ez egy elengedhetetlen lépés. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy csináltak egy fölmérést, hogy spirituálisan előre haladottnak gondolt embereknek vannak-e közös jellemzői. És különféle vallásokból megkérdeztek ilyen embereket, olyan embereket, akiket egy közösség alapján, a közösség úgy ítélt meg, hogy na ő viszonylag elől jár. És ez nem feltétlenül az az ember volt, aki hacukába ül valahol, hanem úgy, aki tényleg a közösség olyannak gondolt. És az egyik, ami közös volt vallástól függetlenül az, hogy a figyelmük hihetetlenül fegyelmezett volt. Nagyon sokáig és nagyon jól tudtak összpontosítani. És nagyon érzékeny volt a figyelmük. Nem véletlen, hiszen minden spirituális útnak van valamilyen meditációs praxisa, ami ezt építi ki. Mert így tudsz jelen lenni. Ha szét van csapva a tudatod, akkor nem tudsz jelen lenni. Ezért nagyon nehéz az, hogyha valaki különféle ilyen tudatmódosítószereket használ, mert az szétcsapja ezt a figyelmet. És akkor nagyon nehéz visszatérni oda, hogy de magadtól hogy vagy jelen. Hosszú volt a válasz, de körbe akartam egy kicsit így járni ezt, hogy a gyakorlatnak milyen aspektusai vannak, mert érdemes ezt ismerni ahhoz, hogy tájékozottan tudj meditálni, és bíz a praxisban. És aztán ismerd ki magadat, hogy te hogy működsz belül. És akkor tudsz adott esetben váltani, de ezt pláne az első időben mindig érdemes megbeszélni valamelyik tanítóval, akinek több tapasztalata van az adott gyakorlatban. És akkor az úgy egy életmóddá tud válni. Nagyon szívesen. És ott volt egy kérdés. Ugye a bevezetőben volt szó a szorongásról, a félelemről. Azt hiszem, én hajlamos vagyok sok mindentől félni, és vannak olyan félelmeim, amik nem sok vizet zavarnak, viszont vannak olyanok, amik úgy érzem, hogy elvesznek, vagy elvehetnek fontos és jó dolgokat tőlem, és hogy amikor így félek, akkor mivel tudom felvenni, vagy hogyan tudom felvenni a harcot vele. Uh-huh. Hát most igen. Félsz? Most nem. Nagyon jó. És most? Kicsit igen. Akartál még kérdezni? Jó, tehát értem. Félelem hogyan alakul ki, vagy mi a félelem? Ez az, amikor szorongunk a jövőtől.
amikor a múlttól szorongunk, vagy a múlt felé gondolunk, akkor meg megbánjuk általában, meg ilyen érzéseink vannak. És alapvetően a félelem a gondolkodásnak a terméke. Tehát, hogy olyan hozzáállással, olyan gondolatokkal, ezek lehet, hogy nem tudatosak ezek a gondolatok mindig, nézünk a jövőbe, amivel legyártjuk magunknak az összes különféle balul sikerült forgatókönyvet, ami érhet minket. Ez a negatív oldala annak a csodálatos adottságnak, hogy egyébként tudunk gondolkodni. Miért jó a gondolkodás? Sokat szoktuk ilyen spiri körökben szidni a gondolkodást, hogy meg kell haladni a gondolkodást, mert csúnya, mert... Ezt mindig jó valamit utálni, mert akkor az úgy jól érezzük magunkat. Szóval, hogy miért jó a gondolkodás? Azért jó a gondolkodás, mert megtervezheted az életedet, és megtervezhetsz olyan lehetőségeket is, amik nem biztos, hogy jók, és akkor ezeket a terveket átgondolod, és adott esetben elveted. Tehát, ha jól csinálod, akkor nem neked kell meghalni egy hülye helyzetbe, hanem elég, hogyha a gondolatod meghal. Mert mondjuk elgondolod, hogy jaj, de jó lenne elmenni siklóernyőzni. És akkor utána belegondolsz, hogy hát igen, de félek, meg nem tudom, meg tériszonyos vagyok, meg stb. És akkor azt mondod, hogy nem megyek el siklóernyőzni. És ezzel lehet, hogy megmented magad, mert egyébként nagyon félnél benne, meg nem éreznéd magad komfortosan, és az első repülésnél puff, beleállnál a földbe, és akkor te haltál meg. Nem a gondolat. Úgyhogy ezért jó, hogy van gondolatunk, mert tudunk tervezni. Meg kialakítjuk az egész világunkat. Tehát ez a gondolat jó oldala. Na de mindig, amikor kapsz valamit, akkor kapsz egy jó dolgot, te kapsz egy rossz dolgot is. A rossz dolog az ez, amit mondtál, a félelem. Hogy hát mindenféle egyebet is kitalálunk. Alapvetően a jövő nincs. Most van. Mindig a most van. Tehát, hogy az, hogy mi lesz két nap múlva, elképzelhetem, és lehet, hogy úgy lesz, lehet, hogy nem. De az alapvetően nincsen. Ahogy a múlt sincsen. Csak itt. És amikor mondjuk valaki agysérülés szenved, vagy jön a stroke, vagy akármi, így kitörlődik az egész, és akkor marad a jelen. Most erről persze megosztanak a vélemények, hogy a tárház tudatban megmarad-e vagy nem, de ezt most hagyjuk. Tehát alapvetően, ha visszatérsz ide a pillanatba, azért ütöttem a földre, az a megoldás, hogy emlékezteted magad arra, hogy oké, jó, pipa, megtörténhet ez is, és figyelek majd rá, de ez legjobb esetben is csak egy ilyen figyelmeztető tábla, hogy lehet, hogy nem kell ejtőernyő nélkül kiugrani a repülőből. De hogy egyébként most a padló barna, én beszélek, te hallgatod, a madarak kint csicseregnek. Most ez van. És mindaz, hogy most mi lesz holnap, meg holnap után, vagy 10 perc múlva, nincsen. És a másik aspektus, amiről beszéltem is a bevezetőben, hogy mivel a gondolkodás terméke a félelem, ezért ebbe is ott van az, hogy én félek. Tehát a gondolkodásnak a természete az, hogy legyártja az énséget. Ez is ez, hogy nincs az én nincs önmagában, hanem ahogyan gondolkodsz, az teremti meg, hogy ez vagyok én, az meg te. És akkor az én az fél. Tehát, ha el tudod venni az ént, a félelem is eltűnik. Ez absztraktan hangzik, és ez így egy picit száraz is, de ezért ülünk be ide ilyen sokat. És ezért életmód a zen. Mert hogy ezt a fajta állapotot, hogy folyton fönntartod például a nagy kérdést, ha kinyitsz bármelyik ilyen régi koreai szerzeteseknek szóló, van egy ilyen kis KT, amiben leírják a
kezdő szerzetesnek az instrukciókat, mit van a könyvtárban meg lehet nézni. Angol-koreai kiadás, hogy aki tud angolul, olvasgathatja. Ilyen csodálatos dolgok vannak benne, hogy a nők olyanok, mint a mérges kígyó, tartsd magad távol tőle. Ilyenek. És már a nőkre való gondolkodás is felér a pokolba való újjászületéssel, meg ilyesmik. Jó, hát na, szerzetesi, férfi szerzetesi éles stílus. De van benne egy csomó tök jó dolog, és például az van benne, hogy tartsd meg mindig, mindenkor, ülve, állva, járva, fekve, stb. Azt, hogy mi ez a nagy kérdést. És ez azért van, hogy folyton emlékeztesd magad arra, hogy ott van a teljes égbolt a felhők mögött. Mert amúgy mindig az van, hogy beszippantasz, hogy jaj, én a felhő vagyok. És akkor mindig visszatérsz, hogy igen, de rálátok. Tehát a gyakorlatodat ilyenkor, amikor félsz, tudod használni. Hozd be a nagy kérdést, vagy kezdj el egy mantrát. És vissza tudod mindig hozni magad ebbe a meghaladó állapotba. És ez folytonos energiát igényel. Tehát ez is egy olyan dolog, hogy tisztába kell lenni az emberi természettel. Tehát, hogy nem úgy van az, mint ahogy mondjuk én gondoltam, hogy amikor ott fürödtem a szerzetessel a fürdőszobába, hogy ő már megvilágosodott, és akkor tök jó. Na, ő is ugyanolyan ember volt, mint én, csak annyi volt a különbség köztünk, hogy akkor ő már gyakorolt, nem tudom, 20-30 éve, én meg még 2-3 hónapja, vagy nem tudom, fél éve. De hogy alapvetően mindig minden ebben a pillanatban dől el, most. Tehát, hogy tök mindegy, hogy 20 évet voltál szerzetes, vagy 2, vagy most jöttél be gyakorolni, most ebben a pillanatban tudod visszahozni magad ide a pillanatba, hogy mi ez. És akkor hallod kint, hogy kimegy valaki, becsukja az ajtót, és ezt mindig újra és újra és újra, és mindig. Tehát lehet így is gyakorolni. Folytonossá tehető a zen gyakorlat. És nem mondom, hogy ez mindent megold, de azt igen, hogy egyre inkább olyan leszel, mint a Kejfej Jancsi. Ezt sokatoknak mondtam az interjún, amikor kérdeztetek, hogy olyanná kell válni, mint egy olyan bábú, aminek lent van a súlypontja, és amikor ellökik, akkor gyorsan visszaáll. Ha megvan a kellő tantien energia, akkor jön a félelmed, lehet, hogy ellök, rákapcsolsz a gyakorlatra és visszaállsz. Ha ez nincs, akkor van az, hogy szorongás, generalizált szorongás, és akkor lehet szedni a gyógyszereket, vagy depresszió, az az, hogy fejnehéz voltál. Itt van fönn az energia, itt van fönn a súlypont, jön egy hatás, puff, ellök, és úgy maradsz. És akkor... És leuralt. Tehát ezért nem mindegy, hogy hol van az energia. Itt fönn a fejünkbe, vagy itt, mert sokat beszélünk, vagy itt, mert kavarognak az érzelmeink, vagy levisszük ide. És megvan egy nyugodt, teljes tudatosság. És van ehhez eszközöd? És van. Aki már eljött egy elvonulásra, annak van eszköze hozzá. Úgyhogy bármikor jön a félelem, csak ismerd föl, ne félj a félelemtől, tapasztald a pillanatot, engedd magadhoz közel a hatásokat, de ne azonosulj velük. És így tudod kivenni a gondolatból azt a polaritást, amivel megkötöd és félsz tőle. És ha megvan a polaritás kivétele, akkor attól megszabadultál. Köszönöm. Szívesen. Köszönöm. Számomra nagyon megható volt, amikor a búcsúztatón, nem emlékszem pontosan, de útjukra engedtük, és nekem van egy 95 éves nagymamám, aki nem haldoklik csak pont annyira, mint mi. Ő egy zsidó lány volt, aki gyerekkorában bujkált, és nagyon akart élni. És még most is nagyon akar élni.
és konkrétan, mikor beszélgetünk, akkor kimondja azt, hogy de hogy én nem tudom, hogy hogy kell meghalni, én csak azt tudom, hogy hogy kell életben maradni. Hogy van valami, amiben én tudok neki segíteni? Ő egy ilyen borzasztóan anyagban kötött és abban működő lény. Hát legyél vele sokat. Beszélgessetek, és szeressétek egymást. Ha olyan a kapcsolatod olyan. Vele, akkor ez a legfontosabb. Nem kell félni a haláltól, mert mindenki meg tud halni. Eddig még mindenkinek sikerült, neki is fog, neked is fog, nekem is fog. Ez a Pilinszky János mondta egyszer, hogy hát nem tudom elképzelni a halálomat, de bízom benne, hogy sikerülni fog. Úgyhogy az a fontos, hogy most beszéltünk itt ma már meg az elvonulás alatt is a halálról többször, meg volt ez a szertartás is. Valójában nem a haláltól kell félni, hanem tudni kell élni. És amikor tudsz élni, és ez amúgy nem bonyolult, tehát például megéled a szeretteddel a pillanatot. Vele vagy, kifejezitek kölcsönösen a megbecsülésetetek, a megbecsülést egymás felé, csak azzal, akár egy gesztussal. Van, amikor szavak nélkül gyönyörű szépen együtt tudunk lenni. Akkor van meg az az érzés, hogy nem éltünk hiába. Hogy nincsenek elrendezetlenségeink, nincsenek olyan dolgok, amiket nem beszéltünk meg. Nem rejtegetünk haragot egymás iránt. Mert persze utólag is meg lehet bánni sok mindent, és amikor már valaki eltávozott, vele is lehet belül a lélekben rendezni a problémákat, de a legjobb, ha erre nincs szükség, és amíg ott vagyunk egymásnak, addig adunk egymásnak figyelmet, meg szeretetet, elfogadást. És akkor persze rossz elmenni, mindig rossz, elbúcsúzni, ez fájdalommal jár. De sokkal könnyebb, hogyha ott van mögötte az, hogy igen, ez szép volt. És az, hogy kinek milyen a hitvilága, hogy most valaki anyagba van-e, vagy materialista, vagy buddhista, vagy stb. Ez a felszín. A legmélyén mindenki ember. És mivel emberek vagyunk, arra vágyunk, hogy elfogadjanak minket, szeressenek minket, kapjunk figyelmet, és vágyunk arra is, hogy mi is adhassunk. És minél többet adsz, annál többet kapsz, és akkor jól leszel. Úgyhogy egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű gyakorlatot tudok erre csak mondani, és ez az, ami kifejeződik abban a zen fő-fő kérdésben, amit sokszor szoktunk mondani, hogy állj úgy hozzá az emberekhez, hogy miben segíthetek. Ezt nem mindig kell föltenni ezt a kérdést, de ha belül van egy ilyen hozzáállás, hogy most miben segíthetek, akkor nem lesz nagy gond az emberi kapcsolatokkal. És akkor szépen élünk, és szépen halunk meg. Évtizedek óta hallom a karma szót, és valahogy az volt az érzésem, hogy van egy elképzelésem róla, hogy mit jelent, és az utóbbi időben minél gyakrabban hallom az érzésem, hogy annál kevésbé értem, hogy miről szól. Tudnál beszélni a karmáról? Hát, tudnék, mert megkérdeztél, ezért beszélek róla. Na már ez is karma. Úgyhogy alapvetően maga a fogalom, nagyon jó a kérdés, mert tényleg, mint minden ilyen nagy fogalom, ami idegen is, de közben értjük is, de nem is, hihetetlen sok szín árnyalatot kap az emberek tudatában, mert hogy van egy dolog, és ahogyan az lenni szokott, a tudat innen is, onnan is, amonnan is rávetít valamit, és akkor megvan az a sok színűség, amivel szembe találkozunk. Egyébként maga a szó a cselekedet, cselekvés szógyökből származik,
és annyit tesz maga a fogalom, hogy a cselekedet és annak a következménye. Tehát a karma az nem egy misztikus fogalom, hanem azt jelenti, hogy ha csinálsz valamit, akkor annak lesz következménye. És minden okozatnak van egy oka. Ennyi a karma. Más kérdés, hogy például az, hogy te milyen vagy, hogy cselekszel, vagy én milyen vagyok, hogy cselekszek, vagy milyenek vagyunk mi így együtt, mondjuk szanga, hihetetlenül bonyolult ok és okozati rendszer szerint van. Szeretjük ezt általában leegyszerűsíteni, de ez hát nem olyan, mint a newtoni fizika, inkább olyan, mint a kvantumfizika. Tehát ezért nem olyan egyszerű az, hogy most akkor a karma az hogyan működik. De alapvetően ennyit tesz. Tehát a buddhizmus is például minden fogalmat úgy használ, hogy az valódi dolgokat jelöl, tehát hogy nem ilyen elképzelek valami metafizikai valóságot, hanem abból ered, hogy egy csomó ember ült rengeteget, és megfigyelte magát, hogy hogy működik, meg mi van a tudatban. És megfigyelte azt, hogy hát csomó hatás van például a tudatban, ami ide-oda lök minket, ilyen-olyan hajlamunk van, neked más, mint nekem, és ezt nevezték el karmának, és mi például itt a tanítások során szoktuk ezt használni arra is, amire a pszichológia azt mondja, hogy személyiségjegy, séma, stb. Mert hogy ez mind karma. Hogy mondjuk amilyen a személyiséged, amilyenek a sémáid, hogy most divatos fogalmakkal éljek, az mind kialakult valamilyen okokból, hogy milyenek voltak a szüleid, milyen hatások értek, milyenek voltak a tanáraid, milyen társadalomba élsz. Magyarnak születtél, vagy koreainak? A koreainak születtél, már önmagában attól, hogy az vagy, testileg is, meg viselkedésben is teljesen más lesz a csoport karmád. De hogy ennyit tesz valójában, hogy ok és okozat. Mondjad. Mert ha jól értettem, a gyakorlatnak a magyarázata is úgy van, hogyha felteszem a mihez kérdést a meditációba, akkor látom a karmámat. Tehát látom, jól értem azt, hogy ez nem arról szól, hogy mit tudom én, látom az azelőtti életeimet, hanem látom azt, hogy hogy cselekszem és miért cselekszem így. Igen. Okay. Igen. Lehet olyan, hogy ha valaki nagyon ilyen irányba megy el, láthatsz bármit is. De nem írjuk elő, hogy mit kell lássál. Tehát nincs ilyen, hogy na akkor most elutaztatunk a következő múlt életbe ide-oda-amoda, hanem lásd mindig azt, ami éppen itt ebben a pillanatban van. Mert hogy mindaz, ami volt, az hozott ide, és annak a következménye van most, ami ezelőtt volt az életedben, meg a csoport életében, és mindaz, ami most van, az fogja okozni a jövőt. Tehát ezért itt tudod megfogni most. Mint hogy az előbb is beszéltük, csak most van. Úgyhogy ezt nézzük, és szokták a karmát úgy használni, hogy ha-ha-ha, lecsapott a karma, instant karma, vagy jaj, így a karma, úgy a karma, mint egy ilyen sors, vagy egy ilyen Isten büntetése, vagy stb. Ebbe annyi igazság van, hogyha nem látod a karmádat, annál inkább sorsszerűnek fogod élni, érezni az életedet. Tehát, hogy mennél kevésbé látom azt, hogy mondjuk egy adott helyzetben miért dühödök föl, és miért utálom azt az embert, aki úgy nézett rám, annál inkább azt fogom érezni, hogy jaj, én mindig olyan hülye vagyok, mert ezzel és ezzel az emberrel mindig kiabálok, vagy jaj, én mindig ugyanilyen nőket fogok ki, mert mindig bántalmazzuk egymást. És akkor úgy érzed, hogy nekem ez a sorsom, hogy én mindig ilyen férjet, vagy feleséget, vagy stb. Főnököt kapok. Na, igazán mélyen rálátsz, hogy mi benned az oka, akkor nem lesz már sorsszerű, hanem valami, ami van, de tudsz hozzá viszonyulni, és meg tudsz tőle szabadulni.
Tehát ilyen szempontból a gyakorlat abba az irányba visz el, hogy egyre több szabadságot kapsz, de egyre több felelősséget is. Mert hogy cselekvővé válsz a saját életedben, vagy azzá válhatsz. És ha cselekvő vagy, az azt jelenti, hogy felnőtt vagy, tehát felelősséged van egy csomó mindenért. Addig nincs, amíg gyerek vagy, de akkor nincsen szabadságod se. Ez mindig ez a nagy libikóka, amit oly sokszor szoktunk mondani, hogy a szabadságot szeretnénk, a felelősséget nem. De a kettő az ugyanannak az érmének a két oldala. Ez a Viktor Frankl-nak volt a nagy-nagy hát veszőparipája, hogy nehezményezte, hogy amikor elmegy Amerikába, hogy csak szabadságszobor van. És ez persze ez látszik is Amerikán, hogy úgy gondoljuk, hogy csak a szabadság van, és azt mondta, hogy hát én bizony fölhúznám a másik oldalon a felelősségszobrát is. Akkor kiegyenlítettebb lenne a dolog. De ha ezt elfogadjuk, hogy tök jó, hát van felelősségem, de akkor van szabadságom is. És akkor azzal az adottságrendszerrel, amit van, tudsz cselekedni magadért és másokért. És akkor nem fogod sorsnak érezni, hanem útnak. Hogy igen, ezért jöttem én ide, és ez volt az életem. És akkor oda-vissza lehet ezt csatolni, amiről beszéltünk, hogy akkor nem fogsz félni a haláltól se. Mert a halál az egy olyan végső határidő, hogy na, akkor addig el kell végezni a házi feladatot, különben ennye-bennye. De hogyha elvégzem a házi feladatot és járom az utamat, akkor természetesen jön az a vég, mint ahogy olvashatsz zenmesterekről olyan történetet, akik sokat gyakoroltak és sokaknak segítettek, hogy sokaknak olyan volt a halála, hogy úgy megérezték előre, hogy most már így mennek, és akkor ezt elmondták a szangának, és valóban békésen elaludtak a szobájukban. Tehát, hogy ez is olyan, hogy ki lehet ennyire érzékenyé fejleszteni magadat, hogy látod az életciklusát, és benne vagy. De szabadon élettől és haláltól. Nagyon szívesen. Volt, ott van, igen. Én a szerepekkel kapcsolatosan szeretnék kérdezni, mert hát jó volt a példa az állatkertről, mert otthon van egy 3 évesem, aki napközben többször is tud váltani, hol boci, hol cica, hol kutya, hol kisfiú, és van mellette egy másik, aki pedig hol anyuka, hol feleség, és hát abban szeretnék segítséget kérni, hogy nekem apaként is, meg férként is kell váltogatni a szerepeket, és ez úgy eléggé egy helyen is van, meg úgy egy időben is kell a kettőnek történni, és hogyan tudom őket segíteni, tehát hogyan tudom úgy megválasztani a viselkedésemet, meg a cselekedeteimet, meg a jelenlétemet, hogy úgymond tudjam őket segíteni az ő útjukon. Érdemes ebben is használni azt a gyakorlatot, amit itt csinálunk. Tehát nagyon jó, hogy ráléptél erre az útra, mert úgy lehet bölcsen lenni, hogyha megvan benned a szemlélődésnek a képessége. Hogy tudsz látni, mersz látni, és tisztán, tükörszerűen tudsz benne lenni olyan helyzetben, ahol érzelmileg nagyon közel vagy a többi emberhez, nagyon össze vagytok fonódva, és éppen ezért a hatások is erősebbek. Ezt is érdemes látni, hogy hát a legtöbb szenvedést és a legtöbb örömet is a közeli kapcsolatainkban éljük meg. Az, hogy bunkó volt a áruházban az eladó nő, az legfeljebb kicsit idegesít, de 2 perc múlva már nem gondolok rá. Feleség, gyerek, szülők, hát az egy más tészta. Úgyhogy ha nagyon elmerülsz csak a gondolataidban, meg a hajlamaidban, akkor nem tudsz érzékenyen váltani a helyzetekben. Tehát kell legyen a nap folyamán egy olyan pillanat, vagy egy, hát nem is pillanat, inkább egy fél órácska, vagy amennyit meg tudsz magadnak engedni, amikor egyedül vagy, és csinálod a gyakorlatodat.
azaz jelen vagy, tantien fókusz és szemlélődsz. Tehát így lehet megemészteni mindazt a karmát, ami az életedben van. Ilyenkor tud a gondolkodásból bölcsesség lenni, az érzelmekből együttérzés, a különféle ilyen-olyan szavakból, beszédből fogadalomértékű kimondott szó, ami hiteles, és a ilyen-olyan cselekedetekből cselekvő együttérzés, ami segít másoknak. Nem véletlenül énekeljük napjában háromszor az ezekhez a minőségekhez kapcsolt bódhiszatvák felé azt a tiszteletadást. Tehát ez akkor tud megjelenni, ez az emésztési folyamat, hogyha adsz magadnak időt rá. Tehát leülsz és szemlélődsz. Ha ez megvan, akkor pedig érdemes egy-két alapszabályt tartani, hogy a belső rugalmasságod az a miben segíthetek címszó alatt hogyan tud éppen mindig megnyilvánulni. Tehát ezek koan helyzetek. Azért koanozunk, azért vezette be Sung San Zen mester szerintem nagyon zseniálisan ezt a fajta koanozási módot, ahogyan ezt mi csináljuk, mert látta, hogy kell valami segítség, amivel, ami közte van a meditációnak, ami itt van meg az ülésnek, és a mindennapi életnek, egy átvezetés, hogy szituációs feladat, mindig máshogy kell válaszolni, lehetőleg intuícióból, mert logikából nem tud megoldani, és akkor viszont nem múlik rajta csak annyi, hogy azt mondja a tanító, hogy korrekt vagy, hát marad házi feladat. Ez egyszerűbb, mint a gyerekkel mondjuk, hogy neveled, vagy hogy mondod neki, hogy mi van, mert lehet, hogy tök jó felnőtt lesz, vagy lehet, hogy folyton terapeutához kell járnia majd. Tehát, hogy és ilyen pszichodrámákban majd ott földolgozza, hogy mit csináltál vele. Jó, nem, tehát lehet az, hogy pszichodramatistáknak is kell munka, szóval azért nagyon nem kell. Valamit biztos el fogsz rontani, szóval nyugodj meg. Minél inkább rágörcsös, annál inkább. Ez a másik, nem görcsölök rajta. Hogy? Nem görcsölök rajta. Nagyon jó. És amit megmondtál, hogy szerepek, érdemes tudni elkülöníteni is őket. Tehát például, amit mondtál, hogy férj és apa, tudni kell a kettőt külön megélni, és ne legyél csak apa. Ez nagyon-nagyon fontos, mert a gyerek nevelésben a feleséged a legjobb szövetségese. Tehát ugye ki tud alakulni ez a házaspároknál, hogy jössz anya, igen, jövök apa. Hát ott egy picit ez az egyensúly ugye eltolódott, és akkor hát jönnek a szexuális diszfunkciók, meg mindenféle egyéb. Tehát érdemes elkülöníteni valamennyi időt arra, amikor ti férj és feleség vagytok. Menjetek el randizni. Ez bármi lehet az is, hogyha nem tudjátok a gyereket otthon hagyni, akkor kicsit, amikor elalszik, akkor gyújtotok egy gyertyát, és eljátszátok 10 percig, hogy randin vagytok. Csak hogy legyen meg ez a szikra, legyen föntartva, mert sajnos ilyen esetben az van, hogy erre lehet úgy gondolni, mint egy ilyen, nem tudom, bankszámlára. Hogy a kapcsolatok, azok, mint minden rendszer, addig marad fönn, amíg energia van beletáplálva. Minden kapcsolat és minden rendszer, amikor nem kap energiát, akkor széthullik. Tehát, hogyha mondjuk innen eltűnünk a templomból mindannyian, és itt hagyjuk ezt az egészet, akkor egy idő után benövi a gaz. Csak azért ilyen, mert itt vannak ezek a segítők, és akkor meg az önkéntesek, meg a rezik, meg ti, és föntartjuk a templomot, hogy rendszer legyen, hogy szép legyen. Ugyanilyen a kapcsolat is, mint a templom. Ha nem jönnek az önkéntesek, nem jön az adomány, nem jön a gyakorló, széthullik. Tehát az a házasság tartós, ami egy ilyen kihívás közepette is, mint a gyereknevelés, meg tudja ezt a bankszámlát tartani, hogy legyen rajta összeg. Mert van, amikor az van, hogy termeljük a bankszámlára a pénzt, és jön be a fizetés, meg a osztalék, meg a mit tudom én mi,
és aztán utána valamikor fizetni kell belőle, mert el kell jönni zenelvonulásra, meg adományt kell adni, meg nem tudom, miért ezek jutnak eszembe. És akkor az van, hogy amikor a gyerekkel, nem vagyok pénzéhes, a gyerekkel vagy, akkor a kapcsolati bankszámláról fizetsz. Mind a ketten fizettek. És kell legyen tartalék. Úgyhogy ezért lásd a szerepeket, és adj mindegyikbe megfelelő energiát, és tudd elkülöníteni őket. Ha ez megvan, és ezt tudatosan csináljátok, és sokat beszélgettek erről, akkor ha nem is tökéletesen, de elég jól fogod tudni csinálni. Ehhez még kapcsolódik, itt most már annyiszor elhangzott a tökéletesség, hogy a perfekcionizmus az egy nagy-nagy rákfenéje az embernek, és ez különösen jellemző a magyar társadalomra. És különbség van a perfekcionizmus között, és a között, hogy eredményorientáltak vagyunk. Ez két teljesen különböző dolog, mert az eredményorientált az azt mondja, hogy szeretnék valamit elérni, és akkor szeretnék jó kapcsolatot, jó családot, és akkor, ha úgy kb. Elérem, akkor azt mondom, hogy jó. De hogy a perfekcionista mit csinál? Irdatlanul sok energiát tesz bele, hogy akkor az elég jó és a tökéletesség közti kis rést betöltse. De az már iszonyatosan sok energia. És akkor az felesleges. Azzal csak halálba szivatjuk magunkat. De hát ugye egy ilyen fajta közegben vagyunk, ahol például azt kell mutatni, hogy folyton dolgozunk, és folyton csináljuk, mert hogy és akkor látszatosnak kell lennie, hogy én mindent megteszek, mert stb. És nincs az meg, hogyha jól elvégeztem a munkámat, akkor kiülhetek nézelődni, mert el van végezve a munka. A perfekcionista az nem tud megállni. Az mindig dolgozik, és csinálja, és pokollá teszi mindenki életét. Aki csak eredményorientált, az megcsinálta, és utána ad magának időt arra, hogy kikapcsolódjon. Ez ugyanúgy, mint a kapcsolatban is, hogy adunk időt arra, hogy elmegyünk randizni, akkor is, hogyha már 20 éve vagyunk együtt, vagy 30. Ennek is meg kell teremteni a kultúráját. Tehát ez már egy picit inkább ilyen mentálhigiénés dolog, mint zen, de hát a zen benne van, mert a tudatosságtól függ az, hogy engedsz-e magadnak időt arra, hogy kikapcsolódj, meg hogy törődsz-e magaddal. Mert sokszor mondjuk azt, hogy segíts másoknak. Ez tök jó, csak ezt is túlzásba lehet vinni, hogy úgy segítesz másoknak, hogy magadról elfeledkezel. Én nem véletlenül mondom mindig, hogy segíts magadnak és másoknak, mert te ugyanolyan ember vagy, mint mindenki más. És segítővé kell váljál magad számára is. Mert hogy tudsz úgy másoknak segíteni, hogyha magadat elhanyagolod? Hát sehogy. Vagy legalábbis rossz módon. Tehát, hogy igenis, van az a időpillanat, amikor magadnak kell megadni azt a figyelmet, amit másnak is megadnál. Tehát képzeld el azt, hogy ott van egy ember, akit segíteni kell, hogyan viselkednél vele. Na, az az ember néha te vagy. És ha kellően tudatos vagy, akkor törődsz ezzel az emberrel. Ha nem, hát az különféle aszkézisbe, meg perfekcionizmusba torkolhat, és akkor lassan-lassan kihúnyik ez a kis csillogás a szemedből. És akkor az nem jó. Úgyhogy azt ne csináljátok. Előbb mondtad, hogy ide akkor jön az ember, amikor baj van, akkor van motiváció. Nyilván én is ezért jöttem, és azt érzem, hogy ahogy fogy a baj, úgy fogy a motivációm is. Uh-huh. Tehát lustulok. Sajnos. És tudnál segíteni, hogy mit tehetnék ez ellen? Hát üdv a klubban. Megfogalmaztad az emberi természetnek egy sajátosságát. Hogy amikor baj van, akkor meg akarjuk oldani, ha nem, akkor meg nem. Alapesetben az segít, hogy tudatosítjuk azt, amiről már beszéltem, hogy alapvetően az emberi élet önmagában egy válsághelyzet. Csak ebben nem gondolunk bele, és nem baj, hogy nem gondolunk bele, mert nem kell minden nap szorongani a haláltól. És egyébként úgy van az agyunk is, ezt egy
szakembertől hallottam, hogy ezt kimérték, hogy amikor a saját halálunkra gondolunk, akkor bizonyos agyterületek nem működnek, amik tök jól működnek, amikor a másik halálára gondolunk. Ez így van. És ez azért van így, mert ha annyira reális lenne a saját halálunk a magunk számára, mint a többieké, akkor nem szaporodnánk, hanem belesírnánk a párnánkba, 20 éven keresztül aztán éhen halnánk, mert nem vennénk magunkhoz étket. Tehát, jó, most egy kicsit eltúloztam, de hogy ha azt tudatosítod, hogy ránézel az egész helyzetre, hogy valójában tényleg egy égőházban vagyunk, és ha éppen most te nem szenvedsz, akkor körülötted nagyon sokan szenvednek, akiknek a szenvedése be fog köszönteni hozzád előbb vagy utóbb, lásd háború, meg bármi. Ez önmagában motiváció a gyakorlásra. Tehát, hogy akkor tágítsd a perspektívát. Hogy nem csak te vagy, hanem nagyon sok mindenki van. Ezt amúgy is jó megtenni, mert ez is az énség meghaladása irányába tett lépés. És a másik ugye az, hogy ha én nem szenvedek, a többiek szenvednek, akkor ez megszüli annak az igényét, hogy hát segítenem kell. Ahogy tudok. Ahogy nekem az adatott. Mert hogy a másik fontos pont, amikor ezt tanítjuk, hogy elvágjuk a gondolkodást, abból az is következik, hogy a köztünk lévő különbség gondolatát is egy pillanatra eltüntetjük. Tehát, ha ilyen zen módon állsz a dolgokhoz, akkor az van, hogy valójában te és én lényegünket tekintve nem különbözünk. Tehát, hogyha én most oda megyek ezzel a bottal, és véresre verlek, akkor az pontosan ugyanolyan, mint hogyha magammal tenném ezt. Miért verném magamat véresre? Vannak olyanok, akik ezt szeretik, persze, hát az egy kicsit másik eset. Szóval, hogy ez következik abból az útból, amit itt mi járunk, hogy mindenki fontos, mert mindenkivel van közös. És mindenkiért felelősséggel tartozunk. Ezt akkor nem látjuk, hogyha nagyon picire össze vagyunk zsugorodva magunkra. Akkor nem látjuk. De akkor az van, hogy gorillaként be vagy zárva a ketrecbe, rázod a rácsot, és nem tudod, mi van a ketrecen kívül. De a ketrecet csak is a saját gondolkodásunkkal hozzuk létre. Szóval visszatérve ide, hogyha kinyitod így tágra a tudatodat, akkor ha nem belül, akkor kívül van motiváció. És ezt érdemes újra és újra és újra mindig fölhozni. Hogy igen, itt vagyunk mindannyian a pácban, ahogy Hanvas Béla mondta, hogyan kerülünk ki. És akkor mindig lesz energia abba a gyakorlatba. Általában ez a folyamat van, hogy elindulsz a saját szenvedésedből, idejössz, így, most képletesen csináltam ezt természetesen, és annak függvényében, hogy hogy zajlik a gyakorlatod, lehet, hogy ebből ez lesz, és akkor meg pszichiátria, meg stb. Vagy az lesz, hogy egyre jobban vagy, egyre több az energiád, és akkor körbenézel, és akkor jé, hát neki sincs, neki sincs, neki sincs, és akkor jössz segíteni. Vagy kinn a világba bármi, amit tudsz tenni. És akkor az egy önerősítő kör, és akkor gyakorolsz, meg gyakorolsz másokkal. És megy ez természetesen magától, csak rá kell érezni az ízére. Igen, én azt szeretném kérdezni, hogy mit javasolsz, hogy a déli ételfelajánló énekeit hogyan tanuljuk meg, mert annyira bonyolultak, ez az egyik, kettő, pedig amikor a szangákban gyakorolunk minden héten, akkor ugye nem ezt gyakoroljuk, mert időben nem ez következik, hogy milyen módszert javasolsz ezeknek a megtanulására. Uh-huh. Köszönöm. Szóval fokozatosan érdemes ezeket tanulni. Az, hogy ijesztő a déli szertartás, azt megértem. Még néha én is megijedek tőle. Különösen a Dzsuk Dzsuk Dzsiab Dzsujam Sin résztől, amit bizonyos szempontból én már elengedtem.
De egész jól tudom imitálni. De azon kívül, én úgy tanultam meg annó, hogy hát megtanultam először a magyar szívszutrát, aztán megtanultam a koreai szívszutrát, aztán megtanultam a nagy dáranit, és akkor ezeket énekeltem egy ideig. Ezeket is úgy tanultam meg, hogy hallgattam a felvételeket, és ha kellett, akkor kinyomtattam ilyen A4-es lapokon, és így bejelölgettem a szótagokat, hogy ki tudjam szótagolni ezeket a sino-koreai történeteket. És akkor az úgy jó volt. Akkor az adott egy sikerélményt, és egy idő után, amikor eleget gyakoroltam ezeket, akkor úgy éreztem, hogy de jó lenne nem csak így rátátogni a ezer szem és kész szutrára, az úgy tetszett. És akkor azzal is elkezdtem, hogy akkor első oldal, szuri, szuri, maha, szuri, na ez még megy, és mentem tovább, szótagolva egyenként. Hát ez nem tudom, 2 hónap volt. És akkor mindig egy-két oldalt megtanultam, és próbáltam fejből. És aztán énekeltük is persze együtt, aztán jött a surangama mantra. Bizonyos szempontból könnyebb megjegyezni, meg könnyebb kiolvasni a szanszkritül van karaktereket, vagy ezeket a szanszkrit szavakat, mint a koreaiakat. És akkor azt is szépen meg lehet tanulni, és aztán gyakorolt sokat. Először közösen, aztán lehet egy magattól is énekelni. És utána jön egy ilyen sikerélmény, hogy amikor már tudod énekelni, akkor marha jó energiát ad. Tehát, hogy azért tanuljuk meg, és szektársodunk el ennyire, hogy, mert hogy jó, nagyon jó gyakorolni, jó énekelni. És akkor már azt a kettőt megtanultad, akkor a dzsuk-dzsuk-dzsiab-dzsuem-simet, azt meg majd túléljük. Tehát, hogy kell, azt szoktam megfigyelni, hogy kellően sokan imitálják, akkor kívülről úgy hangzik, minthogyha azok a szavak hangzanának el. De végül is ugye szoktuk ezt mondani, hogy mindegy, nem a mantra szavai a lényegek, hanem hogy az irányvételed milyen. Egyébként a dzsuk-dzsuk-dzsiam-dzsuem-simnek a védelmére legyen mondva, hogy ez a yakchange, ami a védő istenségeknek az éneke, és ez nem mindig része a szertartásoknak, de itt részévé vált, mert van mit megvédeni, de azóta nincs is különösebb gond, csak néha. És akkor ugye a védő istenségek azok ott vannak például, ilyen mindenféle ilyen arcokat vágó, érdemes megnézni egyszer őket közelről, hajoljatok meg, mert hát szóval figyázzatok velük, de jó szándékúak, tehát a darmát védik. Csak akkor van ugye baj, hogyha te állsz a darma útjába, akár tanítóként, mert akkor mész a levesbe. De ezért énekeljük ezt, hogy legyen egy ilyen extra védelem ebben. Ezt Koreába teszik néhány helyen, úgyhogy itt is belett emelve a szertartásba. Úgyhogy megtartjuk ezt a részt is. És az éneklés egyébként egy nagyon jó gyakorlat. Tehát én mondjuk alapvetően éneklős voltam, szerettem énekelni mindig, tehát nekem úgy egy idő után adta ez a gyakorlat. És azért nagyon jó, mert remekül megmozgatja az ember érzelemvilágát. Tehát nagyon sokszor hallom azt a interjúkon, megbeszélgetéseken, hogy ezt hozta föl, azt hozta föl, jönnek régi érzelmek, és valahogy ez a hatása az énekeknek, hogy megolvasztgatja az érzelmi karmát, és segít földolgozni. Mert hogy nem csak simán kórust éneklünk, tavaszi szélvizet áraszt, az is jó, hanem van ezeknek olyan információ tartalma, ami segíti ezt a folyamatot. És nekem nagyon sok olyan élményem van, vagy több olyan élményem, amikor válsághelyzeteken, személyes válsághelyzeteken ez vitt át, hogy az éneklés maradt. Ülőmeditáció az akkor nem ment, leborulás esetleg, de az éneklés volt az, ami adott olyan kraftot, hogy a víz felszínén tudtam maradni. Hogy ott leültem, és akkor volt kis mogtak, és csináltam. És a COVID alatt is nagyon sokat adott az, hogy néhányan így együtt mantráztunk online, minden este. Nagyon jó volt. És ez is olyan volt, hogy nekem is segített, másoknak is, és együtt voltunk ezzel. Tehát, hogy ez egy olyan része a gyakorlatnak, ami nagyon hasznos tud lenni. Először ijesztő, és először olyan, hogy úristen, most nem tudom, mit fog ezzel csinálni. Lehet, meg lehet tanulni, és aztán közösségben úgyis együtt éneklünk. Én azt szeretném kérdezni, hogy beszéltél erről a kicsi énről, és hogy
amikor elkezdtem gyakorolni a zent, és így tudatosodni, nagyon sok dolog jött velem szembe, amit a múltban elrontottam, elhibáztam, és hogy ezek időnként szembe jönnek velem, és borzasztóan tudom magam ostorozni ezek miatt, és hogyan tudok én magamnak megbocsájtani? Ez egy nehéz folyamat. Megbocsátás egy folyamat. Ezt érdemes látni. Tehát, hogy egyrészt van ez, és ez tök jó, de azt is kell látni, hogy ezzel az emberi pszichével, lélekkel, aggyal egyszerűen vannak olyan dolgok, amik azért így nem változtathatók meg. Tehát van egy időbeliség, és vannak lépések benne, hogy hogyan dolgozott föl azt az érzelmi élményt, ami keletkezett benned. Tehát itt is a kulcskérdés az, hogy megvan-e benned ez a meditatív energia és a meditatív gyakorlat, amit napról napra, hétről hétre végzel. És ilyen esetben nagyon sokat tud segíteni a leborulás, mert hogy ugye annak van egy olyan testi szimbolikája, hogy leborulsz, homlokod érinti a földet, tehát mindenestül, karmástul, sérelmekkel, megbánással mindenestül leborulsz, és magad fölé emelsz valamit, ami több ennél, ami a tiszta tudat. Minden egyes leborulásnak azért csináljuk ennyit, ez a szimbolikája. Nem az, hogy valami isteni lényt imádjál, vagy valami, hanem hogy ez a kicsi én, amit mondtál, ez alázatosan meghajlik, és ott van az a fölötte az a minőség, ami mindannyiunkban benne van, amiben az igazi megbocsátás meg tud történni. Magunknak és másoknak is. Mert hogy a megbocsátásnak az alapja az, hogy kialakul egy együttérzés. Ha másik ember sértett meg és okozott neked bajt, akkor a másikkal, ha te okoztál olyat, ami miatt haragszol magadra, akkor magaddal kapcsolatban. Hogy igen, akkor ez történt, akkor ennyit tettem, ennyit tudtam tenni. Most már bölcsebb vagyok, akkor nem az voltam, tanulok belőle. Tehát, hogy megszületik-e az együttérzés benned, vagy sem. Hogyan tudod a negatív érzéseket föloldani, és együttérzésé nemesíteni. Ezekben meg az együttérzés mantrák segítenek, ha gyakorlatot akarsz hozzá, kvanszembószá, nagy együttérzés dárani. Ezek mind azt célozzák, hogy megemészd az érzelmeidet. És ez a megemésztés folyamata az, hogy földolgozod. És azért jók erre a mantrák, meg ilyen testi gyakorlat, mert ez megint csak nem megy úgy, hogy na, bocsáss meg. Nem tudsz parancsszóra megbocsájtani. De amikor a kisgyerekeknek megmondják, hogy valamin összevesznek, és akkor oda ráncikálja az anyuka, hogy na tessék megbocsátani, tessék neki meg, igen, bocsi. És akkor persze, hát utána mennek, és ugyanúgy megy tovább az egész, tehát ez így nem működik. Tehát, hogy valahogy megvan-e benned az a tudatosság, amivel azt a haragot, sértettséget, rossz érzéseket le tudod ereszteni, meg tudod emészteni. És akkor ott utána tud megszületni a megbocsátás. Illetve minden elkövetett, nem tudom, bűn vagy ballépésnél ott van egy csodálatos lehetőség az, hogy tanulok belőle. Tehát, hogy jobb emberré tudok válni azáltal, hogy hibáztam. Ez nem azt jelenti, hogy semmisé teszem, ami történt. Mert ami történt, megtörtént. De mindig van lehetőség arra, hogy lépjünk egyet. Hogy változzunk, hogy utána abból valami gyümölcs teremjen. Nagyon kevés olyan igaz és szent ember van, aki sohasem volt szentségtelen. Egy kicsit. Vagy nagyon. Tehát, hogy nincs nagyon olyan, hogy bizonyos hibákat el kell követni ahhoz, hogy
aztán utána belső indítatásból ne hibázz. És erre ezt nem úgy mondom, hogy most akkor tessék mindenki menjen a bordélyházba, meg a kocsmába az elvonulás után, hanem hogy természetszerűleg követünk el hibákat, néha nagy hibákat. És senki nem mentes ez alól. Tehát ugyanúgy gyakorolsz 10-15-20 évig, lehet, hogy kapitális nagy hibát fogsz elkövetni, és akkor ez a vissza a startvonalra. És akkor is, igen, tudok-e tanulni belőle, vagyok-e annyira alázatos, és ki tudom-e érlelni ennek a gyümölcsét. Ha ezeket a hosszú folyamatokat türelemmel végig tudod csinálni, akkor megszületik az a gyümölcs. Úgyhogy jó gyakorlást hozzá. Miben segíthetek? Köszönöm szépen. Ez volt az igazán legmagasabb hozzászólás ma. Majd kapsz az irodába banánt. Na hát nagyon szépen köszönöm mindenkinek ezt a nagyszerű közös gyakorlatot, meg a jó kérdéseket, meg ezt a sok mindent, amit megtapasztaltunk közösen ezekben a napokban. Remélem, hogy hasznotokra válik a gyakorlat, és abban is reménykedem, hogy magatokkal viszitek a csendet és a gyakorlatot, és tudtok bölcsen, együttérzően cselekedni azokban a helyzetekben, ahol jelen vagytok, mert nem kell az egész világot megváltani, bőven elég, hogyha ott, ahol vagy, ott cselekszel helyesen, ott látsz helyesen, ott kapcsolódsz helyesen. És ha ez megvan, akkor ez már is egy jobb világ lesz. Mint ahogy ezt itt meg tudjuk csinálni. Ehhez kívánok mindenkinek sok erőt, sok elszántságot, nagy kérdést, és a folyton fenntartott figyelmet, hogy ott van az ég a felhők mögött. Köszönöm szépen mindenkinek!